az újoncok rangadóját rendezték a hétvégén Makón. A Szegedi Szent Mihály együttese a Pécsi Magyar Labdarúgó Egyletet fogadta. A két együttes tavaly a másodosztályban vívott izgalmas csatákat. Mondjuk azt, hogy NB1-ben egy rangadót játszunk, és két frissen felújított csapat fog egymással játszani. Szeretném bevizetni a helyünkben az NB1-be, de ehhez nekünk a Pécset ma mindenféleképpen le kell győznünk. A legutoljára, amikor Szegeden jártunk, akkor ugye az NB1-be kerülésére akkor kikaptunk sajnos, és szeretnénk ezt most nem is, hogy visszaadni, de egy sokkal komolyabb és erősebb mérkőzést játszani, mint akkor játszottunk. Az NB1-es bemutatkozás egyik csapatnak sem sikerült jól. A pécsiek 14-0-ra kaptak ki hazai pályán az MTK-tól, a Szent Mihály pedig a DVTK-tól szenvedett 8 gólos vereséget. Most viszont mindkét csapatnak reális esélye volt az első pontok megszerzésére. Egész héten erre a mérkőzésre készültünk. Különböző játékrendszereket próbáltunk ki edzéseken, illetve szöglet lehetőségeket próbáltunk ki. Igyekszünk minél több góllal nyerni a mai mérkőzésen. A találkozót a szegediek kezdték lendületesebben. Már az első percekben több veszélyes zicsert alakítottak ki. A mezőny fölénye 11. percben érett góllá. Zimányi Kovács Anikó éleszögből bombázott a léc alá egy legurított szabadrugás után. Ezzel megszerezte saját maga és csapata első NB1-es találatát. Korán vezetést szereztünk, és sikerült több helyzetet is kialakítanunk az első fél időben, viszont úgy érzem, hogy a második fél időben visszavettünk az iramból, kicsit magunkra húztuk az ellenfelet. A második fél időben magára talált a pécsi együttes, ami a helyzetekben is megmutatkozott. A vendégek egyre veszélyesebben játszottak, a 75. percben pedig az egyenlítés is összejött. Egy védelmi hibát kihasználva Szollár Bernadett került helyzetbe, majd tanári mozdulattal emelt a hálóba. A második fél időnk az már jó volt, tehát lehetett volna jobb, és én örültem volna, hogyha X-el jöttünk volna le, vagy esetleg mi nyertük volna ezt a meccset. A pontszerzés azonban nem jött össze a vendégeknek. A hosszabbítás első percében Bartal és Barbara fejelt a hálóba. A gól 3 pontot ért a csapatnak, a fiatal védő azonban nem volt elégedett a lefújást követően. Mi kellett volna irányítsuk az egész mérkőzést, mi kellett volna adjuk a ritmust, a tempót. Ez igazából nem jött össze úgy, ahogy mi szerettük volna, de reméljük, hogy a következőkben jobb lesz és csak fejlődünk, hibáinkból tanulunk. A pécsieknek továbbra is várni kell az első pont megszerzésére. A mutatott játék azonban sokkal biztatóbb volt, mint az első játéknapon. Meg lettünk dicsérve, ahhoz képest, hogy a múltkor hogy teljesítettünk, tehát sokkal több szép mozdulatot láttak tőlünk, sokkal összetettebb játékot, és mi is úgy éreztük, hogy sokkal összeszokottabban játszottunk már. Az első és az utolsó 10 perc kivételével azt hiszem, hogy partul voltunk a Szegeddel, és rászolgáltam az egyik pont, az első egyik pontra. Főleg a másik féle játékok alapján, ez sajnos ugye, az említett okok miatt nem sikerült. Habár a Szent Mihály megszerezte történelme első győzelmét, a szegedi vezetőedző nem volt elégedett csapatával. Csapnivalóan pocsékul játszottunk ezen a mérkőzésen. Igazából nem is tudom a mi játékunkat értékelni. Szerintem elég nagy szerencsére tudtuk itthon tartani a 3 pontot, de legalább az a 3 pont megvan, ennek igazán csak ennek tudok örülni. Az együttesek legközelebb 2 hét múlva lépnek pályára a Jetson Ligában. A Szent Mihály a bajnok MTK-hoz utazik, a pécsiek pedig a Ferencváros látják vendégül a 3. fordulóban.